Európa Nyíregyházán kezdődik. Nagy tétje van a májusi európai parlamenti választásnak, nem mindegy, milyen erők kerülnek be a parlamentbe, közölte Bocskor Andrea a Nyíregyházán. Megelőzhető lenne a méhnyakrák, a betegség rendszere szűréssel és a HPV elleni védőoltással szinte teljesen megelőzhető. Via Video. 3 hónap alatt országosan 96 bíró összesen 191 alkalommal vette igénybe a távmeghallgatás lehetőségét. Nagy tétje van a májusi európai parlamenti választásnak, nem mindegy, milyen erők kerülnek be a parlamentbe, közölte Bocskor Andrea a Nyíregyházán. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Az európai parlamenti képviselő a helyi párbeszédek rendezvénysorozat nyíregyházi állomásán buzdította a résztvevőket, hogy éljenek szavazati jogukkal májusban. A régiók európai bizottsága a fórumokon egy kérdőívet is kitöltett a résztvevőkkel, amelynek eredményeit az Európai Néppárt csúcsjelöltjéhez is eljuttatják. Az Európai Néppárt számára fontos az emberek véleménye. Ezért indította a helyi párbeszédek rendezvénysorozatot. Ennek legutóbbi állomása Nyíregyháza volt. Az ehhez hasonló fórumokon a választópolgárok azokat az igényeiket fogalmazhatják meg, amelyet az Európai Uniótól és az Európai Néppárttól várnak. Egy másik célja a rendezvénysorozatnak, hogy mindenki figyelmét felhívják a közelgő májusi európai parlamenti választásra. Mindenki tisztában van azzal, hogy van egy ilyen joga és kötelezettsége is egyben, de sokan úgy gondolták eddig, hogy nem fontosak az EP választások, és most 2019-ben azt látjuk, hogy valóban nagy európai tétje van ennek az EP választásnak, és az elsődleges tét az az, hogy milyen erők kerülnek be az Európai Parlamentbe, az Európai Bizottságban, tehát milyen lesz Európa jövője. A migránspártiak maradnak továbbra is befolyásban, illetve pozícióban, vagy pedig sikerül átbillentenünk ezt a rossz helyzetet, és olyan embereket bejuttatnunk az európai döntéshozó szervezetekbe, akik az emberek képviseletére, tehát a bevándorlás ellenes pozícióra helyezkednek. Az Európai Unió sok pozitív dolgot hozott a magyar emberek életébe a 2004-es csatlakozás óta. A mostani brüsszeli vezetőség azonban olyan döntéseket próbál Magyarországra ráerőltetni, amelyek nem hazánk érdekeit képviselik, tette hozzá Bocskor Andrea. A Régiók Európai Bizottságának Európai Néppárt csoportja kezdeményezte azt a társadalmi párbeszédet, amelynek helyszínt biztosított a Megyeháza pénteken. A fórum célja, hogy a helyi és térségi szereplők megosszák véleményüket, és ismertessék a 2019-es európai parlamenti választásokkal kapcsolatos elvárásaikat. Van egy kérdőívünk is, amit remélem minél többen kitöltenek, és eljuttatjuk a kérdőíveket, az itt elhangzottakat Manfred Webernek, aki a Európai Néppárt spitzenkandidátja, csúcsjelöltje a közelgő európai parlamenti választásokon, és felhasználjuk az itt szerzett tapasztalatokat is a néppárti program összeállításában. Az állampolgárok 5 kérdésre válaszolhatnak. Ezek között szerepel például, hogy milyen elvárásokat támasztanak az Európai Néppárt vezetőivel szemben, milyen EU-s eredményeknek van látszata a saját életükben, illetve hogy milyen prioritásokkal kellene foglalkoznia a Fidesznek EU-s szinten. Magyarországon minden évben mintegy 1000 új méhnyakrákos megbetegedést diagnosztizálnak, és ez a betegség közel 500 életet követ el évente. A méhnyakrák már korai stádiumban is jól felismerhető, és megfelelő kezeléssel akár végleges gyógyulás is elérhető. Ennek ellenére a méhnyakrákos megbetegedés napjainkban is kiemelkedő helyet foglal el a halálozási statisztikákban. A méhnyakrák teljes mértékben kitörölhető lenne a betegségek közül, ugyanis ehhez minden eszköz megvan az orvostudomány kezében, mondta el televíziónknak dr. Zákány Zsolt. Az egyik eszköz a méhnyakrák szűrés, a másik pedig a védőoltás. A világon 3 féle védőoltás létezik, amely közül 2 kevésbé korszerű, a legkorszerűbb típusú oltás 9 HPV törzs ellen nyújt védettséget. Ez a vakcina ez nem tartalmaz vírus, nem tartalmaz élő elölt vírust vagy bármilyen formában, hanem vírus alkatrészeket tartalmaz csak. Tehát emiatt kimondhatjuk, hogy ez egy teljesen biztonságos módszer, teljesen biztonságos védőoltás, nincsen semmiféle súlyos mellékhatása. A világon több 10 millió beadott védőoltás után mondhatjuk, hogy ez a védőoltás biztonságos.
Magyarországon 2014-ben került be a Nemzeti Oltási Protokollba, ami azt jelenti, hogy 2014 óta a 12 éves 7. osztályos kislányok szeptember első felében, szeptemberben megkaphatják ezt a védőoltást. Igényelni kell, és akkor utána természetesen tájékozódni kell, igényelni kell, és akkor utána megkapják az iskolába ezt a védőoltást. A magyarországi adatok elég jók, de még így is sok a tévhit az oltással kapcsolatban. Fontos tudni, hogy a HPV fertőzés nagyon gyakori. A nők közel 80%-a életében találkozik humán papilloma vírussal. Azonban a HPV fertőzés nem egyenlő a méhnyakrákkal. Tudjuk azt, hogy a méhnyakrákot többek között, meg sajnos még sok egyéb daganatos betegséget, úgy mint szemérremtestrák, hüvelyrák, végbélkörnyéki rákok, szájgaratrákokat is a HPV humán papilloma vírus okozza. Azonban a szervezet az védekezik ez ellen a fertőzés ellen is, tehát ez azt jelenti, hogy ha elkapjuk valamilyen formában, vagy kapcsolatba kerül a szervezetünk ezzel a vírussal, akkor beindul a védekező mechanizmus, az immunrendszer, és a legtöbb esetben ezt eliminálni is tudja, tehát meg tudja gyógyítani, meg tudja előzni. Az orvostudománynak sajnos HPV elleni szere, kezelése, gyógyszere nincsen, tehát ez azt jelenti, hogy a szervezetre tudjuk bízni, szervezet immunrendszerének az erősítésével lehet ezt elősegíteni, illetve a hölgyek annyit tehetnek, hogy egészséges életet élnek, nem dohányoznak. A védőoltás mellett a másik nagyon fontos tényező a méhnyakrák szűrés, amely évente javasolt a 20 és 65 éves kor közötti nőknek. A méhnyakrák szűrés legkorszerűbb módszere a humán papilloma vírus szűréssel kiegészített hagyományos méhnyakrák szűrés. Ennek a két szűrésnek a kombinációja adja a legmegbízhatóbb eredményt, tette hozzá dr. Zálkány Zsolt. A felsőoktatási intézmények a december 20-án kiadott tájékoztatóban közölt adatok egy részét módosították, és új képzéseket is meghirdettek. A szeptemberi képzésekre február 15-én éjfélig lehet jelentkezni. Az oktatási hivatal MT-hez eljuttatott pénteki közleménye szerint a jelentkezés véglegesítése előtt érdemes a felvételi tájékoztatót újra átnézni, figyelve a kiegészítéssel közzétett információkra. Kitértek arra is, hogy szintén február 15-én éjfélig kell befizetniük a jelentkezési helyet. Ilyenként 2000 forint kiegészítő díjat azoknak, akik a díjmentesen megjelölhető háromnál több helyet jelölnek meg. A jelentkezéseket február 20-áig kell hitelesíteni, a felvételi eljárással kapcsolatos további tudnivalók pedig a felvi.hu honlapon olvashatóak. További forrásokat különített el a kormány öntözés fejlesztése, illetve konkrét feladatokat határozott meg azzal kapcsolatban. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai jelentőségűnek tartja az öntözés fejlesztését, és támogatja a kormányzati döntést. Megjelent az öntözési célú fejlesztésekhez többletforrást biztosító kormányhatározat. Ennek köszönhetően megkezdődhetnek az infrastruktúrális és az eszközfejlesztések, illetve megoldódhatnak a humán erőforrás hiánnyal kapcsolatos problémák. Ez a lehetőség kiemelten fontos a Szabolcs-megyei gazdáknak, mondta el televíziónknak Rácz Imre, a Nemzeti Agrárkamara Szabolcs-megyei elnöke. Közel 35 milliárdos forrás lehetőség van a az öntöző telepeknek, öntöző csatornáknak a rendbetételére, ugyanis az első az lenne, hogy eljutna valamilyen úton, módon a víz a gazdák földterületeihez, akik élni szeretnének ezzel a lehetőséggel. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében a felszín alatti víztestek sok helyen gyenge, vagy jónál rosszabb minősítésűek, ezért a gazdálkodók egyre kevesebb része tudja a földjein az öntözést biztosítani. Ez a jelenlegi fejlesztés lehetőséget biztosítana a termelőknek az öntözés kiépítésére és fejlesztésére. A gazdák részéről pedig nyilván, ha már addig eljutnának, hogy megközelíthető közelségbe kerül a víznek a kivétele, akkor nyilván az egy pályázati lehetőséggel élve élnének ezzel a lehetőséggel, és akár meg is duplázhatnánk azt a öntözött területnek a mennyiségét, amivel most rendelkezünk, itt 80 ezer hektárt öntözünk, még az se biztos, hogy annyit. Hát ez Románia például 1 millió hektárra akarja felfejleszteni, úgyhogy van nekünk is az országon belül is, vagy a környezetünk köz, akik kell versenybe kellene szállni, mit bepótolni öntözés területén. A cél az, hogy Szabolcs megye is felzárkózzon az öntözött területek tekintetében. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint is növelni kell az öntözött területek nagyságát, hiszen amíg 40 évvel ezelőtt még 2-300 ezer hektárt öntöztünk Magyarországon, addig az utóbbi évtizedekben már 100 ezer hektárt sem, tette hozzá Rácz Imre.
Zarándokvonat indul május 31-én a június 1-jei csíksomlyói pápai misére Budapestről, Szombathelyről és Miskolcról, melyeket püspökladányban összekapcsolnak, és innentől egy 17 kocsiból álló szerelvényként folytatja útját, írja az ihao.hu nevű közlekedési szakportál. A vonat másnap reggel ért Csíksomlyóra, ahol a zarándokok részt vesznek Ferenc pápa latin nyelvű szentmiséjén, majd délután visszaindulnak Magyarországra. A vonaton összesen 1000 utazhatnak. A Vasút Társaság és az Utazási Iroda 2019-ben már 8. alkalommal indítja el a Boldogasszony zarándokvonatot a pünkösdi csíksomlyói búcsúba. A pápalátogatás követő héten közlekedő járat szintén Budapestről, Szombathelyről és Miskolcról indul, majd püspökladánytól egyesítve egy vonatként éri el célját. Tavaly közel 50 ezer fiatal igényel támogatást a kincstártól az első sikeres nyelvvizsga vagy a B-kategóriás jogosítványhoz szükséges KRESZ tanfolyam díjához. A támogatások meghaladták az 1 milliárd forintot, mondta a Világgazdaságnak Tálai András, a pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Hozzátette, az első sikeres nyelvvizsgához a 35 év alatti fiatalok 2018. január 1-től a B-kategóriás jogosítvány megszerzéséhez szükséges KRESZ tanfolyam és vizsgadíjához a 20 év alattiak tavaly július 1-től igényelhetnek támogatást. Erre a tavalyi és az idei büdzsében összesen 3,4 milliárd forint áll rendelkezésre, amely támogatás a vizsga sikere után kérhető. 3 hónap alatt országosan 96 bíró összesen 191 alkalommal vette igénybe a távmeghallgatás lehetőségét. Nyíregyházán többek között Esztergomból vagy Sopron kőhidáról is hallgattak meg tanúkat. A Szabolcsi megyeszékhelyen jelenleg 4 tárgyalóterem alkalmas távmeghallgatása. A cél, hogy valamennyi járás bíróságon és minél több tárgyalóteremben elérhető legyen a rendszer. Leginkább egy videókonferenciához hasonlít a távmeghallgatás, melyet a 2018. július 1-ével hatályba lépő új büntetőeljárási törvény vezetett be. Még ősszel országos szinten minden törvényszéken kialakítottak olyan tárgyalótereket, ahol a távmeghallgatást le lehet bonyolítani, de a rendszer a rendőrségeken és a büntetés végrehajtási intézetekben is hozzáférhető. Nyíregyházán 4 távmeghallgatásra alkalmas termet alakítottak ki, és többek között Sopron kőhidáról vagy Esztergomból is hallgattak már meg tanúkat. Lehetőség van arra, hogy több száz kilométerre élő tanút hallgasson meg úgy a bíróság, hogy a tanúnak ne kelljen elutaznia ide a nyíregyházi törvényszékre, hanem a lakóhelyhez legközelebb eső távmeghallgató szobába bemelve megtegye a vallomását. A nyíregyházi járásbíróságon például tárgyaltak egy ügyet, ahol Esztergom közelébe élt a sértet, egyeztetett a bíróság az esztergomi rendőrkapitánysággal, ahol szintén egy távmeghallgató szoba ki lett alakítva. A tanú oda bement, és itt a nyíregyházi törvényszék tárgyalótermébe ült a bíró, az ügyész, az ügyvéd, és ezen a távmeghallgató rendszeren keresztül hallgatta meg ezt a tanút. A zárt rendszerben működő távmeghallgatás alkalmas védett tanúk kihallgatására is, vagy értekezletek tartására. A rendszert 3 hónap alatt országos szinten nagy számban vették már igénybe a tárgyalások során. 96 bíró alkalmazta, 191 meghallgatást is végeztek el támeghallgató helységek segítségével. Ebből 120 esetben például büntetésvégrehajtási intézetben volt az elítélt. De itt a törvényszékünkön is hallgatnak meg tanúkat, akik nagy távolságra éltek, mint az említette esztergomi esetben, de hallgatnak meg Tiszalöki, illetőleg nyíregyházi büntetésvégrehajtási intézetben lévő személyeket is a rendszer segítségével. Dr. Sörös László azt is elmondta, a cél az, hogy valamennyi vidéki járásbíróságon létrehozzanak távmeghallgatásra alkalmas tárgyalótermeket, illetve a már meglévő helyiségek számát növelve, akár az összes tárgyalótermet alkalmassá tegyék távmeghallgatásra. Idegenbeli győzelemmel kezdte a tavaszi szezont a kisvárdai futballcsapat. Dajka László együttese az NB1 19. fordulójában lejátszott mérkőzésen Horváth Zoltán góljával 1-0-ra nyert Szombathelyen. A kieső helyről elkerülő kisvárda szombaton a Debrecent fogadja.
A két csapat kieső helyen várta a tavaszi nyitófordulót úgy, hogy a Kisvárda 7 ponttal jobban állt a tabellán a házigazdánál. Az első lehetőség a 25. percben adódott a vendégek előtt, Hugo Széko szögletét követően Szukalász fejesét védte Bravular király. A félidő vége előtt Lukasz került helyzetbe, de gurítása elment a kapu előtt. A ráadás perceiben beindult a haladás, Felipének kétszer is meg kellett mutatnia, hogy miért tartják az élvonal egyik legjobb kapusának. Az 51. percben megszerezte a vezetést a Kisvárda, a jobb oldalon Szukalász passzolt jó ütemben Grozav elé, akinek középszelőtt labdáját Horváth Zoltán továbbította a kapuba. 4 perccel később Kisien egyenlített a haladás, Bankbolyek előtt helyzetbe, Felipe azonban óriásit védett. A 60. percben ismét a brazil kapus mentette meg csapatát a góltól, és mivel a hazaiak a hátralévő időben sem tudták feltörni a várdai védelmet, a vendégek értékes 3 ponttal távoztak Szombathelyről. Nagyon örülök a győzelemnek, de az első 10 percet és a vezető gólunk után a második félidő második felét úgy gondolom, hogy szeretném elfelejteni, mert nem úgy futballoztunk, ahogy kellett volna. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy ezt a játékot gólra játsszák, főleg mikor ekkora a tét, és egy nagyon-nagyon szép támadás sikerül nekünk góllal befejezni, és ezzel a szép góllal meg tudtuk nyerni a mérkőzést. Egy idegenbeli győzelem, főleg ami ennyire fontos, az mindig ad egy önbizalmat a játékosoknak, vezetőknek, de én buta lennék, ha azt mondanám, hogy nincs nagyon sok tanulnivalónk még, nagyon-nagyon komoly feladatok várnak még ránk, de viszont azt is mondom, hogy ha mi egyre jobban összekovácsolódunk, és ugyanígy tudunk küzdeni egymásért, mint ma küzdöttünk, és egy picit jobb állapotban leszünk, mert én egy picit tompának éreztem a társaságot, az utazás, stb. Úgyhogy én azt mondom, hogy örülök a 3 pontnak, és mivel egy nagyon szép góllal sikerült ezt megszerezni, úgy gondolom, hogy meg is érdemelt. A forduló további eredményei a következők: MTK Budapest Paks 1-2, Debrecen Újpest 0-0, Molvidi FC Puskás Akadémia 0-3, Diósgyőr Mezőkövesd 1-1 és Ferencváros Budapest Honvéd 1-0. A tabella élén a Ferencváros áll 42 ponttal, megelőzve a 34 pontos Molvidi FC-t és a 31 pontos Debrecent. A 19 pontos Kisvárda 10. helyen várja Debrecen szombati vendégjátékát. Kedden ismét hazai környezetben lép pályára a Nyíregyháza Blue Sharks, az NB1B piros csoportjának 5. helyén álló kékcápák a 10. MTK Török Bálintot fogadják. A mérkőzés 17 órakor kezdődik a Continental Arénában. A szokottnál picivel többet készülhet az MTK Török Bálint ellen a Nyíregyháza Blue Sharks, mivel a 18. forduló záró mérkőzését az elmúlt hétvége helyett kedden játsszák a csapatok. Az eredeti időpont szerda lett volna, de a vendégeket irányító korábbi nyíregyházi játékos Bódi Ferenc kérésére egy nappal előrébb került a találkozó. A hazaiak vezetőedzője Siska János szerint sikerült hasznosan eltölteniük a plusz napokat. Jó jött a pihenő, muszáj volt a fiúknak kicsit rehabilitálni, voltak kisebb sérüléseink, úgyhogy a múlt hét első felében inkább erről szóltak az edzések, gyengébb edzések voltak, egy picivel egyéni képzések voltak, de hát péntektől kezdve pedig már készültünk az MTK-ra. Feri egy nagyon jó edző, nagyon jó felkészítette ezt az MTK-t. Vannak benne idősebb, rutinosabb játékosok, fiatal játékosok is. Kellemetlen játékot játszanak, hogy mindenképpen komolyan készülünk rájuk. A kékcápák legutóbbi 3 bajnoki meccsüket megnyerték, így a sikeresen megvívott HEP Kupa negyed döntőt is számolva 4-es győzelmi szériában vannak Bazsó Brunóék. Az elmúlt mérkőzéseken úgy teljesítettünk, ahogy szerettünk volna, tudtuk hozni azokat a mérkőzéseket idegenben, amiket akartunk. A következő mérkőzés az MTK ellen lesz, ami nem lesz könnyű mérkőzés, de reméljük, hogy át tudjuk menteni a formánkat és folytatni tudjuk ezt a győzelmi sorozatot. A centereik különleges esetek, mert kifele is válnak és dobják is a triplát, és ezen kívül irányító poszton a Jakab Peti, aki meghatározza és megszabja a játékukat. A Nyíregyháza Blue Sharks MTK Török Bálint mérkőzés kedden 17 órakor kezdődik a Continental Arénában, a Kölcsey Televízió nézői pedig csütörtökön 20 óra 25-től láthatják a találkozót. Híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden.
Az Európai Unió sok pozitív dolgot hozott a magyar emberek életébe a 2004-es csatlakozás óta. A mostani brüsszeli vezetőség azonban olyan döntéseket próbál Magyarországra ráerőltetni, amelyek nem hazánk érdekeit képviselik, közölte Bocskor Andrea Nyíregyházán. Az európai parlamenti képviselő a helyi párbeszédek rendezvénysorozat nyíregyházi állomásán buzdította a résztvevőket, hogy éljenek szavazati jogukkal májusban. A régiók Európai Bizottsága a fórumokon egy kérdőívet is kitöltett a résztvevőkkel, amelynek eredményeit az Európai Néppárt csúcsjelöltjéhez is eljuttatják. Hazánkban évente közel 500 életet követel a méhnyakrák. A nőgyógyászati szűrővizsgálattal lehetőség nyílik arra, hogy időben felismerjék a rák megelőző állapotot, és ezáltal megakadályozható a méhnyakrák kialakulása. A védőoltás és a rendszeres szűrés együttes alkalmazása biztosítja a leghatékonyabb védelmet a méhnyakrák ellen. 3 hónap alatt országosan 96 bíró összesen 191 alkalommal vette igénybe a távmeghallgatás lehetőségét. Nyíregyházán többek között Esztergomból vagy Sopron Kőhidáról is hallgattak meg tanúkat. A szabolcsi megyeszékhelyen jelenleg 4 tárgyalóterem alkalmas távmeghallgatásra. A cél, hogy valamennyi járásbíróságon és minél több tárgyalóteremben elérhető legyen a rendszer. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták február 4-én hétfőn, friss hírekkel legközelebb. Holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Reggelig közepesen és erősen felhős időszakok és területek váltakoznak. Egy-egy zápor előfordulhat, az északi szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0-2 fok között alakul. Kedd estig többnyire erősen felhős lesz az ég, néhol előfordulhat kisebb eső. Az északi szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 5-6 fok körül alakul. Szerdán túlnyomóan derült, napos, száraz időre van kilátás. Csütörtökön is napos idő lesz a jellemző, de néhol csak lassan oszlik fel a köd, illetve az alacsonyabb szintű réteg felhőzet. A következő napokban változóan felhős idő várható, számottevő csapadék nélkül. A minimum hőmérséklet az ország nagy részén még fagypont alatt alakul, ugyanakkor a hétvégétől már kissé erősödik a nappali felmelegedés.